Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Pilisjoba város önkormányzatán 2016. február 9-i ülésén. 18 óra 14 perc van. Az első lépés a mai ülésen, hogy felkérem Tázer Mariant, mint a pénzügyi bizottság elnök helyettesét, hogy számoljon be arról, hogy a vagyonnyilatkozatokat leadta el minden képviselő. A pénzügyi bizottság a múlt hét keddi ülésén ellenőrizte a vagyonnyilatkozatokat, és minden képviselő és külsős bizottsági tag teljesítette a vagyonnyilatkozat leadási kötelezettségét. Köszönöm szépen a beszámolót. Somelszi János képviselőtársunk jelezte, hogy késik. Hamarosan ő is meg fog érkezni. Napirendi pontjaink előttünk 23 napirendi pont van, és egy zárt ülés napirend. Azt javaslom, hogy a napsugár óvodával kapcsolatos előterjesztést, amely 5. helyre jön előre, a 17. helyről, ezt hozzuk előre, tehát a 17-re az 5. helyre, és akkor ennek értelmében változik a számozás, és felolvasom a napirendi pontokat. Első, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott határozatokról. Második, beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről. Hármas, zárt ülésen hozott határozatok ismertetése. Négyes, beszámoló a lejárt határidő határozatok végrehajtásáról. Ötös, napsugár óvodával kapcsolatos fenntartói intézkedések. Hatos, Pilisjavaváros önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása. 7. 2015 első és 12. havi pénzforgalmi jelentésről tájékoztató. 8. Az adó és gazdasági osztály 2015 első negyedik negyedév közötti adóbeszámolója. Ez eddig a gazdasági kérdések. 9. napi rendi ponton előkészítő bizottság felállítása kitüntető címek adományozásához. 10. Döntés lejárt határidejű szolgáltatói szerződésekről. Ezután fejlesztési kérdések következnek. 11-es Pilisjavaváros önkormányzat és a polgármesteri hivatal infokommunikációs és információbiztonsági feladatainak ellátása. 12-es Pilisjavaváros közbeszerzési szabályzatának elfogadása. 13-as Pilisjavaváros önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 14-es ajánlattételi felhívás Pilisjaba felszíni vízelvezetés előtervének, tanulmánytervének és geodéziai felmérésének elkészítése tárgyában. 15-ös csatorna közműfejlesztés előkészítése. A 16-ost javaslom levenni a napirendről. Ez Pilisjaba város közalapítványának a jövőjéről szóló előterjesztés. Ez további előkészítést igényel. És végül pedig kultúra oktatás területén következnek az előterjesztések. 16-os kapcsolat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, 17-es MIK 2016. évi munkatervének elfogadása, 18-as polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyása, 19-es igazgatási szünet, 20-as kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás, 21-es csatlakozás a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertje nevű országos programhoz. 22-es a CSOK új rendszerének hatásaiból származó önkormányzati feladatok. 23-as médiaszolgáltatói szerződésekről döntés. Zárt ülésben tárgyaljuk pedig a Pilisjaba 4/3-as helyrehozi számú ingatlan adásvételi szerződés tervezetének megtárgyalása. Ez a napirend címe. Kérem, hogy aki egyetért így a napirendi pontokkal, az készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal elfogadtuk. És akkor rátérek az első napirendi pontra, amely beszámol az átruházott hatáskörben hozott határozatokról. A hatósági osztály szociális ügyintézése során a Humán Szolgáltató Bizottság átruházott hatáskörében 2016. január 13. napjától 2016. január 26. napjáig az alábbi határozatokat hozta. Rendkívüli települési támogatás két fő részére került megállapításra, egy fő részére elutasításra. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás egy fő részére került megállapításra.
tűzifa természetbeni juttatásként megállapított rendkívüli települési támogatás 12 fő részére került megállapításra, 9 fő részére elutasításra, lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 1 fő részére került megállapításra, gyógyszerkiadáshoz kapcsolódó települési támogatás nem került kiadásra, akár csak az ápoláshoz kapcsolódó települési támogatás, ugyanakkor szociális étkezés térítési díjának csökkentése, illetve elengedése 1 fő részére történt meg. Közben jelzem a jegyzőkönyv számára, hogy Somelyesz János képviselőtársam megérkezett. Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása kérdése a napi rendi ponthoz. Ha nincs, akkor a határozati javaslatot felolvasom. Pilisjaváros önkormányzat képviselő testülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló 2016 év január havi beszámolót. Aki ezzel egyetért, készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 7 igen, ki az, aki nem. Egy nem, ki az, aki tartózkodik. Akkor két tartózkodással elfogadtuk. A kettes napirendi pontunk beszámol a két ülés közötti fontosabb eseményekről. A 19-én volt a legutóbbi ülésünk. 21-én Gáspár Csabával, a Közalapítvány Főügyelőbizottságának elnökével egyeztettünk a közalapítvány jövőjével kapcsolatban. Ez további egyeztetéseket igényel, úgyhogy a következő PEB ülésre és a következő Humán Szolgáltató Bizottság ülésének testületi ülésre készítjük elő ezt az anyagot. Január 22-én Mocsári Dezső képviselő úrral együtt a FÉB új vezetésével találkoztunk, és az együttműködés lehetőségeiről egyeztettünk. Január 28-án volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pilis-Csabai kampuszának nyílt napja. Ezt megelőzően jegyző úrral és dékán úrral tartottunk egy egyeztetést, megbeszélést. Ugyanezen a napon volt Markovics András temetése, és engedjék meg, hogy ezen a ponton néhány gondolattal megemlékezzek róla. Bandi bácsi évtizedeken át volt a Pilis-Csabai Közélet és a Pilis-Csabai Vállalkozókat Egységbe Szervező C1-let meghatározó alakja. Több cikluson át dolgozott önkormányzati képviselőként és a pénzügyi bizottság elnökeként a falu, most már város fejlődésért. Vállalkozóként nagyon sok felújítást támogatott, ezek közül kiemelkednek az alábbiak, a CIA Egyesület épülete, az Uradalmi Udvar és Uradalmi Ház felújítása, a Falu Múzeum létrehozása, a Jókai Iskola felújítása, a játszóterek felújítása, részt vett a Szent László óvoda, a Hauk János Német Nemzetiségi Iskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem épületeinek felépítésében, a gyerekekre és a hátrányos helyzetűekre mindig külön figyelmet fordított, éveken át szervezte az óvodások Mikulás műsorát, támogatta a helyi társcsoportokat, iskolákat és az óvodákat, mindig nagy szeretettel fordult a gyermekek felé. Ezeket a mondatokat Kós Gábor búcsúbeszédéből idéztem. Ezúton is fejezem ki a képviselő testület nevében is a részvétemet a család és a hozzátartozók felé. Január 29-én a Pesti Megyeházán nyilvánította ki a Pest megyei közgyűlés, hogy kiválik a Közép-Magyarországi régióból Pest megye, így 2021-től külön régióként pályázhat uniós forrásokra. Ezen az eseményen részt vettem hivatalból. Január 30-án az amatőr festők kiállítása nyílt meg a MIG-ben, nagyon színvonalas, nagyon szép kiállítás volt ez. Talán még most is megtekinthető a Clarissa házban, igen, többen bólogatnak. Február 2-án Rétvári Bencével, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkárával egyeztettem az oktatási kérdésekről. A megbeszélés célja az volt, hogy tájékoztatást adjak a Pilis-Csabai helyzetről, oktatási téren, elsősorban a Jókai Iskolával és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kapcsolatos kihívásokról. És az államtitkár úr nagyon fontos dolgokat mondott el azzal kapcsolatban, hogy kikkel érdemes a továbbiakban egyeztetni, hogy egy átfogó oktatási stratégiát tudjunk kialakítani, illetőleg mind a Jókai Iskola, mind az
az egyetem irányában egy növekedés tudjon megindulni itt a településen. Február 4-én Váskai Beáta alpolgármester asszonnyal együtt Bányai Józseffel, Pilicsiászfalu polgármesterével egyeztettünk, elsősorban a Pilicsabai temető használatával kapcsolatban, illetve számos más aktuális kérdést áttekintve. Az adta az apropót, hogy hosszú évek után sikerült megállapodnunk egy vitásjogi kérdésben a családsegítő közös működtetésével kapcsolatban, és így most reményeink szerint a jó szomszédi viszony helyre tud állni a két település között. Február 5-én több farsági ünnepség is zajlott, a Jóka iskola farsági ünnepségén részt vettem, és azt láttam, hogy nagyon jó és nagyon aktív nevelő testület dolgozik ezzel a kevés számú gyerekkel, és egy nagyon jó kis csapat állt össze, és azt gondolom, hogy van jövője ennek az iskolának, tehát az látszott ezen az ünnepségen is. Február 6-án volt a Pázmánynak a családi napja, egy nagyon sikeres rendezvény, 250-300 résztvevővel, este pedig Váskai Beáta alpolgármester asszony szervezésében az előtt egy asszonybál, ahol némi jelmezben én is részt vehettem, néhány, ahogy Beáta fogalmazott, néhány bátrabb férfitársammal együtt. Nagyon sikeres rendezvény volt. És most kérdezem alpolgármester asszonyt, kérdezem a többi képviselőtársamat, hogy kívánják-e kiegészíteni az elhangzottakat. Ha nem, akkor lépjünk tovább. A hármas napirendi pontunk, ez beszámol a két, a hármas napirendi pontunk, az zárt ülésen hozott határozatok ismertetése. Megkérem Nagy Zsolt jegyző urat, hogy ismertesse ezeket. Köszönöm, polgármester úr. A képviselőtestület 2016. január 19-i zárt ülésen az alábbi zárt határozatokat hozta. Pilis-Csaba Városi Önkormányzat képviselőtestülete 15/2016 számú határozata, Pilis-Jászfalu község önkormányzata és Pilis-Csaba Város Önkormányzata közötti peres eljárás vonatkozásában a peren kívüli egyességi ajánlatról. Pilis-Csaba Város Önkormányzat képviselőtestülete a Pilis-Jászfalu község önkormányzata és Pilis-Csaba Város Önkormányzata közötti peres eljárás vonatkozásában a mellékelt peren kívüli egyességi ajánlatában foglaltakat elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a megállapodásban foglalt 250 000 forint megfizetésére. A fizetett összeg a 2016. évi költségvetésben kerüljön tervezésre. Pilis-Csaba Város Önkormányzat képviselőtestülete 16/2016 számú önkormányzati határozata Málnás Zsolt fellebezéséről. Pilis-Csaba Város Önkormányzat képviselőtestülete Málnás Zsolt Mária Park utca 15 szám alatti lakos fellebezését elutasítja, és a Humán Szolgáltató Bizottság 527/2015 számú határozatát helyben hagyja. Pilis-Csaba Város Önkormányzat képviselőtestülete 17/2016 számú határozata a 4/6 helyezi számú ingatlan adásvételi szerződéséről szóló döntésről. Pilis-Csaba Város Önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Pilis-Csaba 4/6-os helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a 2-es számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és az összeg kifizetésére. Felkéri továbbá a hivatalt, hogy a 2016. évi költségvetésben a fentiekkel kapcsolatos költségeket tervezze be. Pilis-Csaba Város Önkormányzat képviselőtestülete 18/2016 számú határozata a 4/15 helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerződésről. Pilis-Csaba Város Önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Pilis-Csaba 4/15 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a 3-as számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Továbbá felruházza a polgármestert a szerződés aláírására és az összeg kifizetésére. Felkéri továbbá a hivatalt, hogy a 2016. évi költségvetésben a fentiekkel kapcsolatos költségeket tervezze be. Pilis-Csaba Város Önkormányzat képviselőtestülete 19/2016 számú határozata a 4/3, 4/6, 4/15 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó értékbecslés kérésére. Pilis-Csaba Város Önkormányzat képviselőtestülete felkéri a hivatalt,
hogy a Pilis Csaba 4/3, 4/6 és 4/15 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában értékbecslést készítessen. Köszönöm. Köszönöm szépen a beszámolót. Négyes napi rendi pont következik. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A beszámoló tartalmazza a képviselőtestület által elfogadott határozatokat, illetve a végrehajtásukra vonatkozó információkat, ez olvasható a előterjesztés mellékletében. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. Másképp beállt a polgármester asszonynak, megadom a szót. Köszönöm szépen. A 319/2015-ös testületi határozatunk decemberben született, amelynek a címe nem teljesen vette a határozat teljes tartalmát, tehát új tagok megválasztásáról szól, de ez a határozat sokkal többről szól. Ma levettük a közalapítvány jövőjéről a való tárgyalási napirendi pontunkat, és én szeretném kérni, hogy egyrészt én úgy gondolom, hogy ez azon kívül, hogy az alapítókirat módosult, ez a határozat ez nincsen végrehajtva. Szeretném, hogyha külön érkezne be a testület elé a jövőre vonatkozó elképzelés, és külön érkezne be a testület és a szakbizottság elé a pénzügyi beszámoló. Valamint ez a határozat szólt arról, hogy a jogerős végzés készhezvételét követő 15 napon belül el kell számolni az alapítványnak. Szeretném kérdezni, hogy ez megtörtént-e. Ugyanis szerintem ezen már túl vagyunk, sőt a 15 nap is letelt, tehát visszafizetésre került-e az az összeg, amit mi ebben a határozatban biztosítottunk az újság működőképességének a biztosítására. Ez a két kérdésem van, és ez a megkérdésem. Köszönöm szépen. Semmi akadálya nincs ennek, hogy ez két külön előterjesztésben tárgyalásra kerüljön a következőkben. Ugye elszámolással kapcsolatban számos anyagot kaptunk, de a végleges elszámolás még hiányzik, tehát éppen ezért is javasoltam azt, hogy ezt egyeztetünk is előtt, hogy vegyük le a napirendről. Tehát össze kell állni az anyagnak, és úgy lehet ebből egy végleges elszámolás, mert ez így ebben a formában nem volt elfogadható. De a visszafizetésről az Ildik vasárnap. Ildik volna, esetleg van-e hozzászólása? Akkor az elnök úr megkérdezte, hogy mennyivel tartozik, akkor 68 ezer forintnál tartottunk. Erről most nem tudom információt mondani. Következő ülésre vagy írásban tájékoztatom a képviselőtestületet. Köszönöm szépen. Simon Gyula képviselőtársa, megadom a szót. Köszönöm szépen. Nem látom határozatok listájában, hogy hogyan áll a rendőrautó kérdése, hogy mi újság van vele. Aláírtuk a szerződést, hol tart a dolog? Így van, a szerződést aláírtam a múlt héten, ugye áttekintette az ügyvédi iroda is ezt az anyagot, magát a szerződést, úgyhogy megrendeltük az autót, tehát most már csak idő kérdése, hogy megérkezzem. Kérdezem, hogy az előleg átutalásra került-e? Az előleget még nem adtuk át, a banki elbírálás még nem történt meg, úgyhogy arra... Nem az rendőrautó. Elnézést, megkapattam a szót, köszönöm szépen. Gyakorlatilag arra várunk, hogy a díjbek kérő a 10% megérkezzen, és rá tudjuk utalni. Ez nem érkezett meg. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot. Pirsavárs önkormányzat képviselőtestülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, ez készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 8, most hát 7, most hát elfogytak a kezek, tehát 8, igen, ki az, aki nem. Ki ezek ki tartózkodik, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Az 5-ös napi rendi pontunk, az óvodai ellátás alapfeladattal kapcsolatos fenntartói intézkedésekről szól. A napsugáróvoda intézmény vezetője, aki itt van a körünkben, kezdeményezte a napi rend felvételét, amely a szükséges fenntartói döntések meghozatalát igényli. Ezek az óvodai felvételi előjegyzés időpontjának és a nyári zárvatartás
időpontjának a meghatározásáról szólnak. Az egyes tagóvodák nyári zárvatartás ideje a gyermekek másik tagóvodába való átirányítása biztosított. A gyakorlatban azt jelenti, hogy a felvételi előjegyzés 2016. április 20-án 8 és 16 óra között, tehát április 21-én 12 és 17 óra között, továbbá április 22-én 7 és 13 óra között zajlana. A zárvatartás a nyáron a következőképpen alakulna. A Hétszínvirág tagóvodában június 24 és augusztus 21 között, a Benedekelek óvodában július 4 és augusztus 21 között, a Klotildligeti tagóvodában július 11 és augusztus 1-e között, Napsugár óvodában augusztus 1 és augusztus 21 között lenne szünet. És a felvételi előjegyzés valamiért még egyszer szerepel itt. De ezt nem olvasom föl még egyszer. Tehát ezt tárgyalt a Humánszolgáltató Bizottság, és elfogadásra javasolta a testület számára. De azért megkérdezem intézetvezető asszonyt, hogy kíván-e hozzátenni valamit? Nem kíván hozzátenni. Képviselőtársaimat kérdezem. A polgármester asszony segített nekem, tehát a Német Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta az óvodai nyitvatartást, és elfogadták ők is, tehát ezért szerepel még egyszer. Igen, ez a így teljes. Köszönöm a segítséget. Más hozzászólás nincs, akkor a határozati javaslatokat felolvasom. Az első számú így szó, hogy Pirisalváros Önkormányzat képviselő testület az óvodai felvételi előjegyzés időpontjait az imént elhangzott ütemezés szerint elfogadja. Ki ezzel egyetért, készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9-1 végén szavazattal elfogadtuk. A második határozati javaslat pedig Pirisalváros Önkormányzat képviselő testülete Napsugár óvoda nyári zárvatartási rendjét az előbb elhangzottak szerint elfogadja. Ki ezzel egyetért, készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9-1 végén szavazattal elfogadtuk. Köszönjük szépen a részvétel. A hatodik napirendi pontunk az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról szól. A melléket táblázatok tartalmazzák a költségvetést. Hitelfelvétele nem számolunk az idei évben. Néhány fontosabb dolgot kiemelnék a költségvetésből. Az egyik, amit kiemelten kezelünk, ez a vízelvezetésnek a kérdése. 24 millió forintot teszünk félre a teljes vízelvezetési koncepció megtervezésére, és kiemelten a Kossuth utca vízelvezetésének a rendezésére külön 2 millió forintot. A Bajcsi-Zsilinszky út felújításához kapcsolódó teendőkre, elsősorban a csatornaépítésre, ugyanis a Vasút utca alatti szakaszon nincs csatorna, erre 40 millió forintot teszünk félre. A rendőrautó vásárlására szintén fixen félretettünk pénzt, a teherautó vásárlására ugyancsak, illetőleg a városüzemeltetés számára további gépek vásárlására, emelt létszám biztosítására tettünk félre pénzt a városüzemeltetésnél ezen felül. Aztán a civil alapot emeljük a tervek szerint 1,5 millió forintról 2 millió forintra, a tűzoltóság támogatását emeljük 1 millió forintra, a sport alapot létrehozzuk 1,2 millió forinttal, korábban ilyen nem volt ilyen alap, a program szervezést, ez egy technikai átszervezés, a MIG-hez tettük át, a művelődési központhoz, tehát hogy egy kézben legyen. Ezen kívül félre kívánunk tenni pénzt egy arculati terv kidolgozására, illetve egy új honlap létrehozására, illetőleg a település központ koncepciójának a kidolgozására, illetve kiemelném még, hogy a szociális térkép elkészítésére tettünk félre összeget, illetőleg az orvosi rendelő esetében jelenleg egy karbantartás
ősi munkálatra tettünk félre. Fejlesztési céltartalékba kerülnek a városüzemeltetési telephely vásárlásával kapcsolatos összeg, a sportpályán műfüves pálya építésére összeg, a Kenderesi út főút csomópontjának kialakítására vonatkozó összeg, bölcsöde tervezésre vonatkozó összeg, illetőleg a templom torony építésének a támogatására vonatkozó összeg, ezek közül prioritás, illetőleg a lehetőségek mentén fogjuk kiemelni azokat a projekteket, amiket az idei évben meg fogunk valósítani. Elsősorban azokra tudunk pénzt adni majd, amire lesz egyéb pályázati forrás is. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kívánják-e kiegészíteni az elhangzottakat. Van-e kérdésük, hozzászólásuk? A polgármester asszony jelentkezett először, utána Istvánnak adom meg a szót. Köszönöm a szót. Hát a költségvetés tervezésénél egy kis hiányosságot tapasztaltam, de ezt már informálisan és bizottsági ülésen is elmondtam. Én úgy gondolom, hogy a stratégiai tervezés az nem teljesen ilyen munkamenetben kellene zajlania. Alapfeladatok és vállalt feladatok szisztémáját szerintem egy kicsit alaposabban kellett volna előkészítenünk és átgondolnunk, mint ahogy azt sem tartom eredményesnek, vagy úgy mondom, ez a fájdalmasabb megvalósítás, hogy először ötletelünk, és aztán utána kiderül, hogy csak mennyi pénzünk van, és akkor mindenkinek az elképzeléseiből csak húzni kell, és kihúzni, és nem valósul meg. Én továbbra is kérem, és azt gondolom, hogy a lakosság nagy részét igenis mélyen érinti a kutya problémák, amely mindennapos feladat a hatósági ügyintézésben. Én kérem, hogy 100 000 forintot a kutyacsipelés problematikájához építsünk be a hivatal költségvetésébe, és majd hatalmazzuk fel a hivatalt arra, hogy ebből egy hatékony munkavégzést segítsen elő a hatósági feladatok elvégzéséhez. És nekem számomra érthetetlen okokból kimaradtak ebből a költségvetésből olyan elemek, ami mind a választási programokban, mind a hétköznapi életben szerintem fontos lett volna. Továbbra is fájlalom az orvosi rendelő felújításának az elmaradását. Én azt gondolom, hogy a 700 000 forintos karbantartási összeg az édeskevés lesz, amit már látjuk, hogy már érkezett be mindenféle kérés ezzel kapcsolatban. Ha az egészségügyet komolyan veszük, és az orvosi rendelőt a saját tulajdonunknak tekintjük, ahol úgy különben a védőnőink az épület 50%-át használva egészségügyi feladatellátást végeznek. Szerintem ez egy kicsit komolyabb prioritást érdemelt volna, mint ahogy nem találtam benne a szúnyogírtást sem, amely tavaly ugye megkiúsult, megkaptuk az ötleteket és a kritikákat, hogy nem volt előkészítve, lehet itt bio szúnyogírtás is, nem érkezett rá se szakmai, se pénzügyi javaslat, így 0 forinttal nézzünk elébe a nem tudjuk milyen szúnyoginváziónak, tehát én azt gondolom, hogy ezeket egy kicsit alaposabban elő kellett volna készítenünk. Nem tudom, hogy a képviselők ezért mennyit tudnak tenni. Ugye az előző évből hozott feladatok és problematikák, amelyek szerintem automatikusan be kellett volna, hogy épüljenek az idei költségvetésbe. És az 1 milliárd fölötti költségvetésben nekem a némely kérdésben aránytalanságok vannak. Most visszatérek a kutyacsipelésre, nem azért, mert ez a hobbim, hanem azért, mert a jegyző úr is meg tudja erősíteni a hivatalnak, ezzel napi szinten van problémája. Annak viszont kifejezetten örülök, hogy a település üzemeltetés egy magasabb támogatást, magasabb prioritást kap, és sokkal komolyabb költségvetésből tudja majd ezt a feladatot ellátni. Úgyhogy én még azért azt kérem, még egyszer neki futok, tehát hogy vannak kérdések, amit tudom, hogy nagyon szoros, nagyon szűkös, de még úgyis megy még egyszer szakbizottságra, úgyhogy ezeket esetleg gondolja át a testület is. Köszönöm.
Köszönöm szépen, felértem ezeket, amiket mondott a polgármester asszony, és Csebola István jelentkezett, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én egy kicsit szeretném kiemelni, bár említetted, de fontosnak tartom, hogy az elmúlt 5 évben jelentős összeget fordított a Pirisz Csaba Város Önkormányzata a szennyvíztelep fejlesztésre, és ebből származó áfa visszaigénylés az idei évben jelentkezik bevételként a költségvetésben, és ezt az összeget mindenképpen kizárólag fejlesztésre kívánjuk elkölteni, ráadásul nem úgy, hogy azonnal az a teljes összeget, hanem a fejlesztési céltartalék ezért került meghatározásra. Jelenleg ebben az olvasatban 129 millió forint értéken van. Polgármester úr elmondta azt a 5 javaslatot, ami ebből valósulna meg, de van egy olyan elképzelésünk, hogy ennek a 129 millió forintnak a nagy részét, lehetőség szerint egy 100 millió forint körüli összeget elhatárolva későbbi nagy projektek fejlesztéseihez önrészként tudjuk felhasználni, tehát nem az a célunk, hogy elköltsük. Csak ezt fontosnak tartottam, hogy ezt emeljük ki, mert ez megalapozza azt a csapadékvíz elvezetési terv dokumentációnak a tovább lépését, hogy nem csak terveket készítünk, hanem van hozzá a kivitelezéshez, esetleg pályázathoz önrészünk is, amivel ugye valójában meg is tudunk majd valósítani dolgokat. Köszönöm. Köszönöm szépen a kiegészítést. További hozzászólás kérdés van-e? Mocsári Dezső képviselő úr, megadom a szót. Köszönöm szépen. Költségvetés első olvasatát tárgyaljuk. Én nekem két hiányérzetem van alapvetően ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy a rendelet tervezetnek a szövege nincsen meg. Ezek, amik itt vannak, ezek csak a mellékletek, ezek a táblázatok, amelyek majd kiegészítik végeredményben a rendeletet. A rendelet tervezetnek a szövegét én legalábbis nem kaptam meg, hogy aztán lehet, hogy megvan valahol, csak hozzám nem került el. Szóval addig egy rendelettervezetet tárgyalni nagyon nehéz, amíg a rendelet szövege nincsen meg hozzá. Itten valóban egy lényeges szempont a pénzek, miért vagy valós pénzeknek az elosztása, de minden esetre azért ez egy fontos melléklet lenne. Az én nézetemben, olvasatomban ugye ez szerepe, kb. 1,250 millió forint lenne a költségvetési főösszeg, amiből indulunk. Most ehhez képest a rendelet tervezetben, vagy a táblázatban, pontosabban rendelet tervezetni, táblázatban 11 millió forint, ha jól látom. Igen. 10-11 millió forint körüli a tartalék, az általános tartalék. Ez összességében véve elég kevésnek tartom működési tartalékként. Tehát ezt valahol egy kicsit följebb kellene hozni. Bármit bekövetkezhet, akkor csak ehhez tudunk nyúlni, és ez az összeg ez mindenféleképpen kevés. A másik, ami nekem problémát okoz itt a számokkal kapcsolatban, lehet, hogy itt van valami eltérés. Itt a napirendek összefolynak egy kicsit, elnézést, és nem akarok elére vágni semminek, de akkor, amikor a 2016-os évi adóbevételeket tervezzük, ugye itt most ebben a tervezetben 293 millió forint szerepel, a 2015-ös teljesítésnél 287 millió 630 ezer forintban betáblázva. Egy pár napirenddel később, amikor az adóhatóságnak a éves beszámolójáról beszélünk, 12. havi, ott még 284 millió forint volt, 3 millióval kevesebb. Nem tudom, hogy a kettő közti különbség miből fakad, hogy időközben érkezett a 2015-ös bevétel esetleg. Ugyan, minden esetre ez megint egy bizonytalansági tényező, amit az ember itt nem tud teljesen hova tenni első közelítésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A további kidolgozást igényel ez a költségvetés, de ezen dolgozunk tovább az egész képviselőtestülete, ugye informális ülésen vagyunk túl, és lesz még informális egyeztetés, hogy március elejére egy jó és arányos költségvetés tudjon összeállni. Van-e másnak hozzászólása, kérdése?
Ha nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot. Rizsab a város önkormányzat képviselő testülete a rendelt tervezetet nem fogadja el, és ahhoz Rizsab a város önkormányzatos intézményei 2016. évi költségvetésével kapcsolatban az imént elhangzott kiegészítéseket teszi meg. Felkéri az adó és gazdasági osztályt, hogy a fentiek alapján módosítsa Rizsab a város önkormányzatos intézményei 2016. évi költségvetését, és a következő rendes ülésére rendeletbe foglalva készítse el. Aki ezzel egyetért, az készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 8 igen, ki az, aki nem, ki az, aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett akkor elfogadtuk ezt a határozati javaslatot. A 7. napirendi pontunk, ez az első 12 havi pénzforgalmi jelentés. A költségvetésben a halmozott bevétel és kiadási főösszeg 1 milliárd 900 millió forintos összeg. Engedjék meg, hogy kerekítsek minden számlát. A halmozódásmentes főösszeg pedig 1 milliárd 550 millió forint. Az az intézmények finanszírozásának előirányzata 361 millió forint. Ennek részletezése a következő. Polgármesteri hivatali 126 millió, a napsugárodai 154 millió, a művelődési központi 16, a családsegítő központi 27, a városüzemeltetés intézeté pedig 36 millió. Az önkormányzat 60 millió forintos likvid hitel keretösszeggel rendelkezik. A likvid hitel összeggel 2015. december 31-én a törvényi elírásoknak megfelelően 0 forint volt. Az első és 12 hónap közötti időszak tekintetében a feladatok tájékoztató jellegűek az év végére zárásra való tekintettel. A polgármesteri hivatal kiadásai az időarányos és a 100%-os teljesítésnek megfelelően 89,7%-on, bevételi oldal 90,7%-on teljesült. A napsugároda kiadásai ezen belül 92%-on, a bevételei 73%-on teljesültek, a MIG kiadásai 91%-on, bevételei 93%-on, a családsegítő kiadásai 92%-on, bevételei szintén 92%-on teljesültek, a városüzemeltetés kiadásai 101%-on, bevételei ugyancsak 101%-on teljesültek, az önkormányzat kiadásai 86%-on, bevételei 90%-on teljesültek. Tehát mi vagyunk a legjobbak az egészben, az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás előirányzatának összege 361 ezer forint, kiadás teljesítési összege 337 millió forint, amely 93%-nak felel meg. A pénzügyi bizottság február 2-án tárgyalta a napirendet, és úgy döntött, hogy elfogadásra javasolja a képviselőtestület részére ezt a tájékoztatót. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólásuk. Máskor beállta a polgárszerűen. Kérdezem, mert ott voltam ugyan a PEB-en, de a napsugárovodát nem emlékszem, hogy mi volt az oka, hogy szóba került-e. A napsugárovodánál a kiadás 92 és a bevétel 73, hogy ez valami technikai, akár étkeztetés, de azt nem az önkormányzati mondom. Része már átkerült az önkormányzathoz, egy része pedig még ott maradt a napsugárovodánál, ez volt az oka. Köszönöm szépen a kiegészítést. Más kérdés, hozzászólás van? Nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot. Rizsab a város önkormányzat képviselő testülete elfogadja az önkormányzatos intézményi költségvetésének 2015 első és 12. közötti teljesítéséről szóló tájékoztatóját. Aki ezzel egyetért, az készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9-1, hogy így lesz, az a tanulmányt elfogadtuk. 8-as napirendi pontunk következik. Az adó és gazdasági osztály beszámolója, 2015-i jelentés elfogadása. Ugyancsak kerekíteni fogjuk a számokkal. A költségvetésben szereplő eredeti leírázat összege 287 millió forint, ebből december 31-ig a 40%-ának a saját költségvetésbe utalásával 284 millió forint bevétele keletkezett a város önkormányzatának.
bevétel a 2015. évi költségvetésben tervezett eredeti adóbevétel 99%-a, amely az időarányi bevételhez képest összesen 1,89%-kal kevesebb adóbevételt mutatott, pontos össze 99,14%. 2015 első 12. havi behajtási cselekményekből származó bevételt 42,6 millió forint, amelyből a negyedik negyed évben behajtásra került 20,6 millió forint. Összességében látható, hogy az előző évek hátradéka 176 millió forint összegről 135 millió forint összegre csökken, mely nyitó tartozást 41,5 millió forint összeggel, azaz 23,5%-kal csökkentette. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet február 2-án, és elfogadásra javasolta a képviselőtestület részére. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólásuk. Ha nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot. Pécsaba város önkormányzat képviselő testülete az adóhatóság első és negyedik negyedév közötti adó és behajtási tevékenységéről szóló tájékoztatását elfogadja. Aki ezzel egyetért, kész feltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9-1 hangú igen szavazattal elfogadtuk. 9-es napirendi pont. Előkészítő bizottság felállítása kitüntető címek adományozásához. A képviselő testület szeptember 9-én a rendeletét módosította, és ennek alapján január 31-ig lehetett az idei évben javaslatokat beadni a kitüntető címekhez, és most a feladatunk, hogy egy bizottságot állítsunk föl, ami előkészíti a kitüntető címek adását. A pénzügyi bizottság február 2-án tárgyalta ezt a napirendet, és javaslatomra 5 főt javasolnak ők is a képviselőtestület számára. Azt javasoltam, hogy a 3 bizottsági elnök és a 2 tanácsnok legyen a tagja ennek az előkészítő bizottságnak, vagyis Somelyesz János pénzügyi bizottság elnöke, Stjavola István a fejlesztési bizottság elnöke, Mocsári Dezső a humánszolgáltató bizottság elnöke, Rozovics Ferenc környezetvédelemért felelős tanácsnok és Simon Gyula a közrendvédelemért felelős tanácsnok. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólásuk, kérdésük ehhez a napirendhez. Ha nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot. Pilis-Csaba város önkormányzat képviselő testülete Pilis-Csaba város kitüntető címeinek adományozására javaslatot tevő előkészítő bizottság tagjainak az imént elhangzott személyeket kéri fel. Aki ezzel egyetért, készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9-1 igen szavazattal elfogadtuk. A 10-es napirendi pontunk, ez döntés a lejárt szolgáltatói szerződésekről. Itt 2 szerződésről van szó, az egyik a Penner Audit könyvvizsgáló Kft. Szerződése könyvvizsgálat tevékenységre, másrészt a Kovács Adat BT szerződése gyepmesteri feladatok ellátására, vagy közismertebb nevén a Sintér feladatok ellátására. Ezek december 31-én lejártak. 3 árajánlatot kértünk be mindkét feladatra e-mailben. A legjobb ajánlatot könyvvizsgálati tevékenységre továbbra is a Penner Audit Kft. Adta, ezen kívül Ludlán és Szórád Erzsébet, valamint a Rexa 2 könyvvizsgáló Kft. Adott ajánlatot. A gyepmesteri feladatok ellátására Kovács Adat BT, az Éries Kft. Valamint Tuncsik József került megkeresésre. Kovács Adat BT ajánlata volt a legkedvezőbb. A pénzügyi bizottság február 2-án tárgyalta ezt a kérdést, és a könyvvizsgálói feladatokra Penner Audit Kft.-t javasolták 5 éves időtartamra, 100 000 forint plusz áfa per hó díjazással, és a gyepmesteri feladatok ellátására pedig a Kovács Adat BT-t 1 éves időtartamra, és erre vonatkozóan ugye mellékletek is szerepelnek az előterjesztésben. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk ezen a napirendhez.
Ha nincs, akkor a határozati javaslatot felolvasom. Az első így szól: Pilissaba város önkormányzat képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a Penner Audit könyvvizsgáló Kft.-vel kössön szerződést a könyvvizsgálói feladatok ellátására 5 éves időtartamra, az 1.1-es mellékletet szerinti 100 000 forintos plusz áfa hódíjazással. Aki ezzel egyetért, az készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 94 szavazattal elfogadtuk. A kettes határozati javaslat pedig így szól: Pilissaba város önkormányzat képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy a gyepmesteri feladatok ellátására a Kovácsolat BT-vel szerződést kössön a kettes számú mellékletet szerinti tartalommal. Aki ezzel egyetért, az készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy ugyancsak 9-1 hangú igen szavazattal elfogadtuk. 11-es napirendi pont. Ez az önkormányzat és a polgármesteri hivatal infokommunikációs és információbiztonsági feladatainak ellátásáról szól. A fejlesztési bizottság, amely az informatikáért is felel, október 7-i ülésén tárgyalta ezt a témát, és ebben fölkérte a polgármesteri hivatalt, illetve a polgármestert, hogy egy informatikai és adatbiztonsági tanulmányt készítsen el, ami alapján a további beruházási és szerződésmódosítási lépések megtehetőek, továbbá készítsen adatvédelmi és informatikai biztonsági szabályzatot. A fenti határozatban foglaltaknak eleget téve a hivatal ajánlatokat kért be az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi 100. törvényben szabályozott feladatok elvégzésére. A leírtakon túl kértük még, hogy kerüljön felmérésre az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal informatikai állapotának jelenlegi szintje, illetve a felmerülő problémák megoldására vonatkozó intézkedési javaslatok kerüljenek kidolgozásra 4 cégtől, nevezetesen a Nádor Rendszerház Kft., Delta Kft., Albaconf RI Kft. És Navigates BT-től kértünk be a fenti tárgyban ajánlatot. A 4 cég közül 2 adott be értékelhető ajánlatot, melyek az előterjesztés 1-es számú mellékletét képzik. A pénzügyi bizottság február 2-án tárgyalta az előterjesztést, és azt a határozatot hozta, hogy javasolja a képviselőtestület részére anyagi forrás biztosítását a feladatok ellátása érdekében kötendő szerződéshez. A bizottság megállapította, hogy az önkormányzat és a hivatal infokommunikációs és információbiztonsági feladatainak ellátása tárgyában bejutott ajánlatok közül a Navigates BT ajánlata a legkedvezőbb, amelyben 400 000 forint plusz áfa, a dokumentum elkészítésének díja, illetve nettó 5000 forint a havi díj. A fentiek értelmében a bizottság javasolta a testület részére a szerződés megkötését az említett céggel, valamint a kapcsolatos költségeknek a költségvetésbe való betervezését. Az ajánlatok vizsgálatát követően megállapítható, hogy a Navigates BT nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot, ezért javaslom, hogy az anyagi forrás biztosítva legyen ehhez a szerződéshez. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk ehhez a napirendhez. Ha nincs, akkor itt is felolvasom a határozati javaslatot. Pilissaba város önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy anyagi forrást biztosít az önkormányzat és polgármesteri hivatal infokommunikációs és információbiztonsági feladatainak ellátása érdekében kötendő szerződéshez. A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat és a polgármesteri hivatal infokommunikációs és információbiztonsági feladatainak ellátása tárgyában benyújtott ajánlatok közül a Navigates BT ajánlata a legkedvezőbb, amelyben 400 000 forint plusz áfa a dokumentumok elkészítésének díja, illetve nettó 5000 forint a havi díj. A fentiek értelmében a képviselőtestület javasolja jegyző részére a szerződés megkötését az említett céggel, valamint felkéri a hivatalt fenti szerződéskötéssel kapcsolatos költségek az önkormányzat 2016. évi költségvetésben való betervezését. Aki ezzel egyetért, készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9-1 hangú igen szavazattal elfogadtuk. A 12. napirendi pontunk: javaslat Pilissaba város önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadására. Jegyző úrnak megadom a szót, hogy ő ismertesse ezt a napirendi pontot.
Köszönöm szépen, polgármester úr. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi 143-as törvény 2015. november 1-én lépett hatályba. Az előterjesztés mellékletét képező szabályzat az elmúlt évek közbeszerzési szabályzatain alapul, és egy ahhoz hasonló eljárási rendet tartalmaz. De természetesen aktualizálva az újonnan életbe lépett törvény rendelkezéseivel. A pénzügyi ellenőrzési bizottság a szabályzatot február 2-ai ülésén tárgyalta és támogatta annak elfogadását. Azóta viszont beérkezett közbeszerzési szakértőnek a véleménye már az anyag kiküldése után, ezért én a szabályzatot három ponton szeretném módosítani, ugyanabból az okból kifolyólag. A szabályzatban a kiküldőben azt szerepelt, hogy a képviselőtestület bizottságának elnöke benne lehet az előkészítő bizottságban, illetve a döntés előkészítő bizottságban. Sajnos ez ellentétes a törvénnyel, mivel hogy ugyanabban a döntésben kétszer valaki nem vehet részt. Tehát magyarul az előkészítésben nem hozhat egy döntést, illetőleg később az eljárást lezáró döntésben nem hozza a döntést, ezért a 4.2 pontban a képviselőtestület bizottságának elnökét, illetőleg a 4.5 pontban szintén a képviselőtestület két bizottságának elnökét, és ugyanebben a pontban a képviselőtestület bizottságának elnöke helyébe a jegyző lépne, mint a bíráló bizottság elnöke. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A rendőrpont ismertetésében a vágynek kérdése, hozzászólása. Ha nincs, akkor határozati javaslatot olvasom. Pécsőváros önkormányzat képviselő testülete Pécsőváros önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a határozat mellékleti szerinti tartalommal, az imént elhangzott módosításokkal elfogadja. Aki ezzel egyetért, készültetés nevezi. Megállapítom, hogy 9-1, ha így elszavazottan elfogadtuk. A 13-as napi rendi pontjuk az önkormányzat 2016 évi közbeszerzési terve. A közbeszerzésről szóló törvény 42. paragrafusa alapján az ajánlatkérőnek Pécsőváros önkormányzatának a költségvetési év elején legkésőbb március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. Pilis Csaba város önkormányzatának képviselő testülete január 19. ülésén az alábbi határozatot hozta. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét elfogadja a melléklet szerinti tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy a beszerzés megnevezése módosuljon, illetve a geodéziai felmérése és felszíni vízelvezetés előtervének és tanulmánytervének elkészítése. A további egyeztetések alapján a közbeszerzés becsült értéke, itt az előterjesztésben úgy szerepel, hogy 25 millióra, azóta egyeztetünk erről, hogy 24 millió forintra módosult, így szerepel a költségvetés első olvasatában is. Így az új közbeszerzési törvény alapján az alkalmazandó eljárás vonatkozásában is módosítani kell az elfogadott 2016. évi közbeszerzési tervet. A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolta a képviselőtestület számára a közbeszerzési szabályzat elfogadását a mellékletek szerinti tartalommal. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk. Ha nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot. Pilis Csaba város önkormányzat képviselő testülete az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, azzal a kiegészítés, hogy a 25 millió forint 24 millió forintra módosul. Aki ezzel egyetért, készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9-1 igen szavazattal elfogadtuk. A 14. napirendi pontunk a vállalkozási szerződés alapján Pilis Csaba város közigazgatási területén geodéziai felmérések elvégzése és a felmérések alapján a felszíni vízelvezetés tanulmánytervének elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációnak elfogadása. Az önkormányzatunknak célja, hogy minél hamarabb elkészüljön a település teljes területére vonatkozó
vízrendezési, vízzelvezetési terv. Ehhez kiegészülve egy teljes geodéziai felmérés szeretnénk a településről, annak a teljes domborzati viszonyáiról készíteni, amely a későbbiekben jól használható ennek a vízelvezetésnek a kidolgozására, de egyéb útépítési és más fejlesztési feladatokra is. Ez egy nagy feladat, tehát ez közbeszerzésen keresztül lehet kiírni az erre vonatkozó pályázatot, és ezt tárgyaljuk most. Ha minden jól megy, akkor a nyárra el tudnak készülni ezek a tervek, hogyha most ezt a pályázatot kiírjuk, beérkeznek az ajánlatok, és ezek közül elfogadjuk a legkedvezőbb ajánlatot. Az előterjesztésben szerepel három vállalkozó meghívása. Erről egyeztettünk itt az ülés előtt a város üzemeltetés vezetőjével, és a pályázatot úgy hirdetjük meg, hogy ez teljesen nyílt, tehát bárki jelentkezhet. Természetesen értesíteni fogjuk az itt szereplő cégeket a pályázatról. Kérdezem a képviselő társaimat, hogy van-e hozzászólásuk, kérdésük ez a napirendhez. Parancsolj, János. Én a műszaki és szakmai alkalmasság alkalmassági feltételeinél a legalább nettő 15 millió forint értékben teljesített pozitív referenciát egy picit keveslem és megfontolásra javasolnám, hogy emeljük meg, ugyanis ez 36 hónapra is 3 darab referenciával igazolható. Ez a mi beruházásunkat illetően 24 millióhoz képest 5-5 milliós referencia esetén már megfelelhetnek, és azt gondolom, hogy talán jobban vagy nagyobb referenciák kellhetnek, és ezért én az összeg megemelését gondolnám. Köszönöm. Köszönöm szépen. Milyen összegre gondol, képviselő úr? Kérdezem, hogy van ezzel kapcsolatban vélemény, még Istvánra nézek, mint szakemberre. Tehát, hogy emelhető ez az összeg? Emelhető, ez teljesen szuper. De 20-20 vagy 25-öt javasolja a képviselő úr. Legyen 20. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás? Elfogadható? Igen, akkor Csevola Istvánnak megadom a szót. Köszönöm, polgármester. Egy pontosítást szeretnék kérni a határozati javaslatban, annak is a második részében. Tehát a KBT harmadik része szerint 113-as paragrafus alapján induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz nem szükséges meghívottak ezek, hanem az eljárás során meghívásra kerülnek az alábbiak. Jó, mert az eljáráshoz ugye nem szükséges meghívni, legalábbis ehhez a fajtához, nem? Ugye az alacsonyabb összeértékhatárból szükséges lett volna a 4 meghívott, itt jelen esetben ugye ez csak egy plusz lehetőség, hogy ők mindenképpen tudjanak az ajánlatadásról, mert nem feltétlenül ugye mindenki adott napon forgatja ugye azt a nyílt felületet, ahol ugye megjelennek ezek a kiírások. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát akkor két módosító javaslat hangzott el, az egyik az összegre vonatkozó, a másik pedig meghívásra kerülnek kifejezés a nyílt közbeszerzési eljárás kapcsán a vállalkozókkal. Győri Gábornak megadom a szót. Egy kicsit pontosítani szeretném én is a határozati javaslatot, tehát nem is kell, hogy szerepeljen a határozati javaslatban, tehát azt javasolnám, hogy ne is szerepeljen, mivel az új szabályok nem teszik kötelezővé, hogy megnevezésre kerüljenek, meghívható legalább 3, akár több is,
és ez utána, a meghívás után 5 napig, ez ugyanúgy meghirdetésre kerül, és utána lehet 5 nap után beadni a határidőket 15 napos határidővel. A közbeszerző is javasolta, hogy a határozati javaslatban nem kötelező szerepeltetni a vállalkozókat, akit megkívánunk hívni erre. Köszönöm szépen. Újabb javaslat elhangzott, tehát hogy akkor ezt a bekezdést vegyük ki. Más hozzászólás javaslat van-e? Ha nincs, akkor én János még egyszer megkérem, hogy melyik volt az a rész, ahol emelni az összeget. Köszönöm szépen. 14.2-es pontban az összeget 20 millió forintra. Igen. Most, hogy emel, igen. Köszönöm szépen. Tehát akkor felolvasom a határozati javaslatot. Pilis-Csaba város önkormányzat képviselő testülete a vállalkozási szerződés alapján Pilis-Csaba város közigazgatási területén geodéziai felmérések elvégzése és a felmérések alapján a felszíni vízelvezetés tanulmánytervének elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás felhívását és ajánlati dokumentációját az egyes számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja, azzal a kiegészítése, hogy a 14.2-es pontban 20 millió forintos összeget javasol beírni. Aki ezzel egyetért, kész feltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9-1 igen szavazattal elfogadtuk. A 15. napirendi pontunk a csatorna közműfejlesztés előkészítéséről szól. Elkészült a szennyvíztelepünk a tavalyi évben, és most itt az ideje, hogy minél hamarabb bővítsük a csatorna hálózatot. A pilis-csabai polgárba bekerült egy térkép, amin láthatják a lakótársaink, hogy melyik utcákon van már csatorna, melyiken hiányzik, hol van már terv. És azt szeretnénk, hogyha minél hamarabb beindulhatna újra a csatornázás Pilis-Csabán. És ezért én azt javasoltam, hogy álljon fel egy bizottság, a Fejlesztési Bizottság és a Városüzemeltetési Intézmény képviselőivel, amelynek az lenne a feladata, hogy egyrészt felvázolja a csatornaépítés tervét és folyamatábrát készítsen a következő 5 évre vonatkozóan, térjen ki a tervben az összes szükséges engedély beszerzésének várható időpontjára, határozza meg a jelenleg rendelkezésre álló tervek használhatóságát, sorolja fel megújításra szorult terveket, és menetrendet vázoljon fel a tervekkel jelenleg nem rendelkező utcák tervének kidolgozására vonatkozóan, határozza meg az utcák prioritási sorrendjét, vizsgálja meg a Balcsi-Zrinszky út és Vasút utca közművesítésének állapotát, ehhez utóbbi csatornázására árajánlatokat kérjen be. A bizottság vizsgálja meg egy lakáskassza konstrukció részleteit, amely meghatározza az ezzel kapcsolatos feladatokat, időbeli ütemezéssel is ellátja mindezt. A Fejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a kérdést, és a bizottság tagjainak 5 embert javasolt, Stevola István képviselőurat, Kressz Roland képviselőurat, Lázi Tamás külső bizottsági tagot, Kós Gábor külső bizottsági tagot, és Győri Gábort, a Városüzemeltetési Intézet vezetőjét. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólású gondolatuk ehhez a napirendi ponthoz. István jelentkezett először is, aztán Dezső. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én javasolnék egy módosítást, hogyha a testület többi tagja is el tudja fogadni, illetve az előterjesztő is, hogy ezt a feladatot a Fejlesztési Bizottságnak határidővel ugyanezekkel a feladatokkal adjuk ki. És akkor nem kell külön jegyzőkönyvi munkát végezni, hanem az ülés keretén belül el fogjuk látni ezt a feladatot. Nem spórolni akarok magamnak, hanem igazából minimális, tehát alapvetően a Fejlesztési Bizottság tagjaiból, és a Városüzemeltetési Intézmény vezető pedig egyébként is mindig fixen meghívott az ülésre. Tehát kérném átalakítani úgy a határozatot, hogy a Fejlesztési Bizottság ezt a feladatot kapja a testülettől erre a határidőre és ezekkel a feladatokkal. Szerintem ugyanúgy el fogjuk látni, hogyha ez így elfogadható. Köszönöm szépen, ez elfogadható. Nyilván informális egyeztetést az igényel előtte, tehát valószínűleg ez nagyobb nekifutást igényel, de teljesen logikus, hiszen az 5 Fejlesztési Bizottsági tagból 4 szerepel ebben a javaslatbizottságban.
Más hozzászólás javaslat van-e? Igen, Vasari Dezső jelentkezett. Csatlakozom az előttem szólóhoz, tehát így látom érteni, hogy egyetlen egyel egészíteném ki ennek a feladatkörnek akkor a részét, hogy akkor valamiféle anyagi megközelítése is legyen a dolognak, hogy ez a munkálat, vagy ezek a munkálatok, amik itten hátra vannak, vagy hátra jönnek, vagy amikkel föltárásra kerülnek, azok milyen anyagi következményekkel járnak, magyarán mondva mennyibe kerülne. Hozzávetőlegesen legalább egy költségbeesést kapjunk arra vonatkozólag, hogy ez mit is jelent az önkormányzat számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más hozzászólás javaslat van-e? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot meg kell megfogalmazni, tehát Kiscsaba város önkormányzat képviselő testülete a csatorna közműépítés rövid és hosszú távú terveinek kidolgozására felkéri a fejlesztési bizottságot, és azt kéri, hogy a csatorna közműépítés rövid és hosszú távú tervei 2016. április 31. napjáig készüljenek el, és kerüljenek eljuttatásra a polgármesterhez, és az elhangzott, illetve az előterjesztésben szereplő feladatokon felül egy költségbeesést is készítsen a bizottság a csatornázás feladatainak ellátására. Aki ezzel egyetért, készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9-1 igen szavazattal elfogadtuk. Következik a 17. napi rendi pont, most a 16. Ez kapcsolat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel. 2015-ös évben több szimbolikus lépés is történt az egyetem és a város kapcsolatainak megerősítésére. Ezek közé tartozott az, hogy a Piliscsaba város honlapjáról közvetlenül elérhető az egyetem honlapja, egymás rendezvényein intenzíven részt veszünk, tehát az egyetem rendezvényein részt veszek, illetőleg a több városi rendezvényen képviselteti magát az egyetem, illetőleg komoly egyeztetések kezdődtek meg az együttműködés lehetőségeivel kapcsolatban, illetőleg azzal kapcsolatban, hogy miként lehet az egyetemet erősíteni, hiszen kitörési pontot jelenthet Piliscsaba számára az egyetem erősítése, mind munkahelyteremtésben, mind pedig a város vonzerejének növelésében. És a 2016-os évben az a feladatunk, azt gondolom, hogy ezeket a szimbolikus lépéseket konkrét intézkedések és programok váltsák föl, mégpedig olyanok, amik egyaránt szolgálják a teljes település érdekeit, ugyanakkor az egyetem érdekeit is, tehát hogy úgy hajtsunk végre feladatokat, hogy az egyetemet ugyanúgy szolgálja, mint a teljes települést, és amelynek eredményeként egy valódi oktatási kulturális centrum ma lehetünk a régiónak a jövőben. Az egyik ilyen fontos kérdés, hogy az egyetem utcai járda felújítása megkezdődjön, ez egy fizikai összeköttetés a város és az egyetem között, tehát a szimbolikus összeköttetés, egy fizikai összeköttetés is szimbolizálja. Ennek a tervezésére már kiírtunk egy pályázatot, tehát erre várjuk az árajánlatokat. Aztán a sportélet erősítése ugyancsak fontos Piliscsaba számára, a lakók számára, a lakók egészsége, sok gyermek miatt is, és ugyanígy erősítheti az egyetemi jelenlétét is, erre vonatkozóan is a költségvetésben félretettünk összeget. Aztán ugye növeltük a civil alapot, hogyha Piliscsabán sok a kulturális rendezvény, sok a program, az megint csak vonzóbb lehet az egyetemisták számára. Aztán egy arculati tervre is tettünk félre pénzt a költségvetés tervben, hogyha vonzó Piliscsaba arculata, a honlapja, a feliratai, az utcabútorai, az ugyancsak erősítheti azt a tényt, hogy a régió oktatási kulturális centruma legyen Piliscsaba. Aztán nagyon fontosnak tartom, hogy az idejében kidolgozzunk egy oktatási stratégiát, amely nem csak az egyetem jövőjével foglalkozik, hanem a jókai iskola jövőjével is, illetve az összes többi
oktatási intézmény, kezdve a bölcsödétől az óvodákon át, iskolákon, középiskolákon, az egyetemig átfogó jövőképet alkosson. Ugyanakkor arra is készülnünk kell, hogy a CSOK programnak köszönhetően várhatóan demográfiai változások következnek majd be. Ugyancsak javaslom, hogy az idei évben a Pázmány kártya pilis-csabai üzletekben is kerüljön bevezetésre. Ez a kártya számos budapesti üzletben működik, kedvezményt, vásárlási kedvezményt biztosít a hallgatók számára. Ez ugyancsak vonzó elem lehet a hallgatóknak, ugyanakkor pedig az itteni vállalkozók számára többletbevételt jelenthet. Illetőleg javaslom azt, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőséget, egyébként csak vizsgáljuk meg, hogy egy ösztöndíj programot indítsunk el, olyan feladatokkal bízzuk meg az egyetemi hallgatókat, amelyek Pilis Csaba céljait szolgálják, az oktatásban, nyelvoktatásban, történeti kutatásban, kommunikációs anyagok kidolgozásában, nemzetközi kapcsolatainak építésében, tehát használjuk azt a tudásbázist, ami jelen van az egyetemen. Hogyha ezt végigtekintjük, akkor látjuk, hogy csupa olyan javaslat van ebben, amely az egész város szolgálja, tehát mindenkinek jó, hogyha ezek megtörténnek, ugyanakkor erősíteni tudja az egyetem helyzetét is. A határozati javaslat az ennek a beszámolónak a tudomásul vételét jelenti, tehát különösebb határozatra itt nincs szükség, de azért kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk ehhez a napirendi ponthoz. Sevola István képviselő úrnak megadom a szót. Köszönöm, polgármester úr. Egy kicsit én úgy érzem, hogy ez a beszámoló egy oldalúra sikerült. Azért gondolom így, független attól, hogy én látom mögötte azokat a lehetőségeket, amelyek adhatnak új táptalajt Pilis Csaba fejlődésében, de ezek itt nem lettek mondjuk megnevezve vagy kerekítve ezek a gondolatok. Tehát azt gondolom, hogy mi adunk százalmát, és ebből az anyagból az derül ki, hogy kapunk hármat vissza. Ugyanakkor Pilis Csabán is vannak rengetegen, ahova meg nem adunk százalmát, csak tizet. És onnan viszont 12-t kapunk vissza. Tehát nekem itt az arányokkal azért van egyfajta bajom. Az ötletek nagyon jók, amik le vannak írva benne, amiket elmondtál. Támogatni kell szerintem mindegyiket, de ki kell ezt sarkítani arra, hogy hosszú távú fejlesztési elképzeléseinkbe hogyan illeszkedik bele az egyetem, és mit fogunk visszakapni az egyetemtől cserébe, hogyha rendkívül sok diákot támogatunk, azzal, hogy ők szeretnek majd ide járni, és sokan jelentkeznek, és az egyetemnek is ez ugye valamilyen szinten, nem az államnak, az egyetemnek valamilyen szinten bevétel jelenthet a maga nemében. Tehát én ezeket az aspektusokat úgy annyira nem látom ebből az anyagból. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez egyetértek az elhangzottakkal azzal a kiegészítéssel, hogy tulajdonképpen a százalmát a Pilis Csabaiak között osztjuk ki trükkösen, mert hogy gyakorlatilag az Egyetem utcai járda felújítása az ott lakók, az iskolába járók, mindenjük érdekét szolgálja, sportélet erősítése valójában a helyi sportéletet erősíti, csak látványosabbá válik a sportélet, láthatóbbá válik, a civil alap növelése, a híd civil szervezeteket erősíti, az arculati terv, az utcabútorok, a helyiek közérzetét javítják, a honlap megújítása ugyancsak az ő kényelmüket szolgálja, az oktatási stratégia ugyancsak a helyi érdekét szolgálja, a pázmánykártya ugyancsak a helyi vállalkozók érdekét szolgálja, az ösztöndíj program, ami megfontolása javaslók, ezek pedig szintén úgy javaslom megfogalmazni, hogy az szintén helyi érdekeket szolgáljon, tehát Pilis Csabai ügyek kutatását támogassa. Tehát tulajdonképpen egyfajta trükk van ebben az előterjesztésben, hogy mik azok, amikre hangsúlyt érdemes fektetni annak érdekében, hogy ebben az irányban tudjon egy jobb arcot mutatni Pilis Csaba. Mosári Dezső képviselő úr. Köszönöm. Egyetemnek a jelenléte és Pilis Csabán való működése az én számomra legalábbis fontos és lényeges, hogy ez megtörténjen és ez a kapcsolat előre haladja. Ugyanakkor viszont azt tudom, hogy
egy egyetemi karnak a léte vagy nem léte települése, vagy hol települjön meg, az nem igazán egy ilyen helyi közösségnek a kompetenciája, hanem ez sokkal nagyobb léptékű döntéseknek az eredményeként adódik. Minden esetre egy biztos, hogy az egyetem és Pilis Csaba nem hagyományos értelemben vett egyetemi város, mint ahogy azt egy történelmi egyetemi várossal vagy egyetemi településsel ezt megszoktuk már. Nem a település közepén fekszik a egyetem, hanem rajta kívül. Ismert okoknál fogva egy adaptált helyszínen végeredményben az oktatás. Ahhoz, hogy a kapcsolat a település és az egyetemi hallgatók között és egyáltalán az egyetem között élő legyen, ahhoz azt hiszem, hogy az önkormányzatnak egyetlen egy intézménye van, amin keresztül ez megtörténhet, és az AMIC, a Kulturális Oktatási Centrum. Úgyhogy ezt a kapcsolatnak az erősítése vagy ápolása, az azt hiszem, hogy a mi részünkről alapvetően, és ezzel kiegészíteném az itt leírtakat, mindenféleképpen a MIK-nek, a kulturális központunknak az erősítését is kell, hogy jelentse. Köszönöm. Köszönöm szépen, egyetértek az előttem felszólalókkal. Mariannak megadom a szót. Csak itt a kapott anyagban szerepelt ez a Pázmány terv 2020-as előkészítő anyag. Ebben szeretném egy-két hibára felhívni a figyelmet. Ugye egyrészt szerepel itt, hogy a településen ugye német nemzetiségi gimnázium van, ami remek együttműködési lehetőséget biztosít az egyetemmel. Hát tudomásom szerint Pilis Csabán még nincs német nemzetiségi gimnázium, és szerintem tervbe sincs véve. Ez az egyik. A másik pedig a helyi adóval kapcsolatosan szerepel itt egy mondat, hogy helyi adókedvezmény, iparűzési adókedvezményi rendszer kidolgozása. Hát az iparűzési adókedvezmény rendszer az egy elég kötött és szűk dolog. A helyi adóval kapcsolatos 1990-es C-törvény szabályozza, és önkormányzat ettől el nem térhet. Tehát az ott meglévő nagyon-nagyon szűkös lehetőségek, amik szerintem ebben a vonatkozásban nagyjából nem is léteznek, vannak, mint kedvezmény lehetőségek, úgyhogy ezt is javaslom kivenni, mert ez így nagyon szépen hangzik, de mögötte nincs semmi. Köszönöm. Köszönöm szépen a kiegészítéseket. Ezek valóban fontos megjegyzések. Ugye ez a most elkészült anyag, ez egy kicsit felülírja ezt az előkészítő anyagot, de ezeket fontos javítani benne, úgyhogy ez meg fog történni. Köszönöm szépen. Más hozzászólás kérdés van-e? Ha nincs, akkor felhasonlom a határozati javaslatot. Pilis-Csabaváros önkormányzat képviselő testülete a kapcsolat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel című beszámolót tudomásul veszi, aki ezzel egyetért készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 91 igen szavazattal elfogadtuk. Javaslom, hogy még egy napi rendet tárjunk, és utána tartsunk egy szünetet. A 18-as napi rendi pont a Művelődési Információs Központ és Könyvtár 2016. évi munkaterve. Én megkérem Szelke László idényvezető urat, hogy néhány mondatban ismertesse ezt a munkatervet. Hát, köszönöm, egészen rövid szeretnék lenni. A szakbizottságban, a humánbizottságban többször tárgyaltuk ezt a munkatervet, illetve két másik bizottság is tárgyalta már ezt a munkatervet. Ami érdekes és izgalmas lehet, vagy változás lett, az polgármester úr már említette, tehát a helyi, városi, illetve a nemzeti ünnepek költségvetése most a MIK költségvetésében, tehát a MIK munkatervében szerepel. Különben a tavalyi évhez hasonlóan, sőt még egy kicsit színesebben, gazdagabban igyekeztünk összetenni ezt a munkatervet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A Humán Szolgáltató Bizottság tárgyalt ezt a napi rendet, és ott hangzottak el a változtatási javaslatok, miszerint a Csaba nap tervezett összege 350.000 forinttal csökkenjen 1,6 millió forintra, az augusztus 20-i ünnepség tervezett összege 300.000 forinttal csökkenjen 700.000 forintra, és a Művelődési Információs Központ és Könyvtár költségvetésének végösszege nettó 4.235.000 forint legyen.
Nem tudom, hogy azóta mennyire írta fel az évet. Kérdezem, Vargán éve. Nem a MIG költségvetése, hanem a munkatervre fordítható források. Meg tudom erősíteni, 4.235.000 forint. Köszönöm szépen. Ne, nettó. Nettó. Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot. A Művelődési Információs Központ és Könyvtár 2016. évi munkatervét az előterjesztés egyes számú mellékete szerinti tartalommal elfogadja a képviselő testület, aki ezzel egyetért kész feltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 91 igen szavazattal elfogadtuk, és 10 perc szünetet tartsunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor a képviselő testület ülését folytatjuk a 19-es napirendi ponttal. A polgármester 2016. évi szabadságolás ütemtervének jóváhagyása. 43 nap szabadság jár hivatalosan a polgármesternek számomra egy évre, és ezt kell elosztanom az év elején úgy, hogy az igazodjon a hivatali menetrendhez, a bizottsági ülésekhez, testületülésekhez, és valamelyest a család életéhez is. És ezt tettem meg egy táblázatban. Egy módosítást javaslok ebben, Somersz János képviselőtársam hívta fel a figyelmemet. Szeptember 15-i szabadságomat október 15-re tenném át, így igazodom a hivatali szünethez. És azokban az időszakokban, amikor egy vagy két hetet vagyok szabadságon, akkor egyrészt Báskőbe állt a polgármesterasszony láthatja el a helyettesítésemet, másrészt általában itt leszek a településen, tehát elsősorban a karácsonyi hetekben szabadságon leszek, de bármikor elérhető leszek, tehát bármi olyan helyzet van, akkor tudok jönni. Kérdezem a képviselő társaimat, hogy van-e kérdési hozzászólásuk ehhez a tervhez. Ha nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot. A Pécsővárosi Önkormányzat képviselő testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 225/C paragrafus 1-es, 4-es bekezdésére figyelemmel polgármester szabadságának ütemezését polgármesteri előterjesztés egyes számú mellékletének ütemezése szerint jóvá adja, azzal az eltéréssel, hogy szeptember 15-e helyett október 15-ét jelöli meg szabadnapnak. Aki ezzel egyetért, az készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 91 igen szavazattal elfogadtuk. 20. napirendi pontunk. Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény lehetővé teszi, hogy a képviselő testület igazgatási szünetet rendeljen el, amelynek időtartama alatt a polgármesteri hivatalban a munkavégzés szünetel, és a dolgozók részére a rendes szabadságot ki kell adni. A képviselő testület a 2015. évben a nyáron, valamint a karácsonyi ünnepek időszakában igazgatási szünetet rendelt el. Ezt a gyakorlatot követi a jelen rendelt tervezet is. Az igazgatási szünet a jogszabály szerint munkanapokra kerül elrendelésre. A szabályozás figyelembe veszi a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásokat is. Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünettel. A pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Javasolta a rendet elfogadását, de módosításokkal. Ezek szerint a nyári időszakban július 25 és 31 között, illetve augusztus 8 és 14 között lenne szünet. A téli időszakban december 22, 23 és 27 lenne igazgatási szünet, illetve az év közbeni szombati munkanapokat adnánk ki, ez március 5-e és október 15-e.
kérdezem a képviselőtársaimat, van-e hozzászólásuk, kérdésük. Nincsen. Akkor Pécsvárosi önkormányzat a képviselőtestülete a 2016. évi igazgatási szünet elrendezéséről megalkotja az önkormányzati rendeletét. Aki ezzel egyetért, kész feltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9-et jó igaz. Bocsánat. 8 igen szavazattal. Ki ez, aki nem? 1 nem szavazattal. Elfogadtuk. 21. napirendi pont. A kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás. 2015-ben 1,5 milliónyi ember lépett be illegálisan Európába, amelynek közvetlen hatásait nyár végén fokozottan is érzékelhettük. Ez a folyamat azóta is zajlik. Horvátországon és Szlovénián keresztül ma is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére. A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el. Németország, Ausztria és a Benelux államok kormányai 45 000 embert akarnak visszaküldeni hazánkba, ezért továbbra is szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre. Ehhez nélkülözhetetlen a magyar polgárok és a magyar polgárokat képviselő önkormányzatok támogatása is. A kötelező betelepítési kvóta ellen 1,8 millió ember már tiltakozott aláírásával, ami azt mutatja, hogy az emberek többsége támogatja a kvóta elleni küzdelmet. Itt Pilis Csabán is gyűjtöttük többen is az aláírásokat. Mind a Fidesz, mind a KDNP közösen összefogva gyűjtötte ezeket az aláírásokat, és azt gondolom, hogy ehhez a kormányzati kezdeményezéshez a mi önkormányzatunknak is csatlakoznia kell hazánk védelmében. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk ehhez a napirendi ponthoz. Ha nincsen, akkor felolvasom a határozati javaslatot. Pilis Csaba város önkormányzat képviselő testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés és a terrorveszély kockázatát. A kvóta veszélyezteti kultúránkat, mindennapjaink biztonságát és vállalhatatlan terheket jelentene szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy védje meg Magyarországot és a magyar embereket, és minden rendelkezésre álló lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát. Aki ezzel egyetért, az kész feltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 8 igen, ki az, aki nem. 1 nem szavazattal elfogadtuk. 22. napirendi pont, csatlakozás a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei nevű országos programhoz. Ez a programhoz a tavalyi évben is csatlakoztunk, az idejében, hogyha csatlakozni kívánunk, akkor meg kell erősítenünk ezt a jelentkezést. 2015-ben sikeresen zajlott le ez a program. Az augusztus 20-i ünnepségen kapták meg a díjazottak az elismeréseket. És hát az a célja ennek a programnak, hogy visszaadja a vidék régies arculatát, összönözze a lakosokat, hogy udvarukon, kertjükben termeljék meg a maguk és a családjaik számára konyhakerti zöldségeket, fejlesztve ezzel az öngondoskodást, önellátást, illetve felé lesz-e a szinte feledésbe merült hagyományos népi kertkultúránkat. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz? Én javaslom egyébként, hogy Rozovics Ferenc képviselőtársunk, aki a környezetvédelmért felel, ő koordinálja ezt a programot az idei évben is. Ha nincs hozzászólás, akkor felolvasom a határozati javaslatot. Pilis Csaba város önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy csatlakozik a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertje nevű országos programhoz a 2016-os évre vonatkozóan, és felkéri Rozovics Ferenc környezetvédelmi tanácsnokot a programmal kapcsolatos szervezési feladatok elvégzésére. Aki ezzel egyetért, kész feltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9-1 igen szavazattal elfogadtuk. Az 23-as napirendi pontunk a csok új rendszerének hatásaiból származó önkormányzati feladatokra vonatkozik. Megjelent a családi otthonteremtési kedvezmény, még egy nagy lehetőség a családok számára az otthoni teremtési céljaiknak a megvalósítására, szóval ez nagyon jó kormányzati kezdeményezés.
És várható az, hogy az agglomerációs településeken, itt főként a budai agglomerációban ismét többen fognak új telket keresni, új házat építeni. Várható az is, hogy esetleg Pilis Csabán generációk lehetőséget kapnak ezzel különköltözésre, önálló lakásépítésére. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy Pilis Csaba város készen álljon ezeknek a változásoknak a fogadására. Éppen ezért javasoltam azt, hogy álljon fel egy bizottság, amely ennek a hatásait megvizsgálja azt, hogy milyen lehetőségei vannak Pilis Csabának ezzel az új programmal, és azt javaslom, hogy vizsgálja meg a következő kérdéseket. Egy, az önkormányzat tulajdonában álló lakövetzetben lévő telkek esetében, amelyek parcellázva vannak, vagy parcellázásra szorulnak, milyen átvezetésekre van szükség, mennyi pénzt tegyen félre az önkormányzat idei évre erre a célra. A kettő, az egyéb lakövezetben lévő önkormányzati telkek eladása aktuálisan válik. Piaci értékesítés szempontjában milyen feladatai vannak az önkormányzatnak? Három, a bizottság vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat vállalkozóval összefogással valósítson meg építkezést, milyen módon járhat az önkormányzat számára a legnagyobb előnnyel egy ilyen konstrukció. Négyes, a várható növekvő építkezési hullám következtében az önkormányzati bevételek növelése érdekében a bizottság kezdje meg az előkészítését, a behajtási rendelet előkészítésének, tehát ez azt jelenti, hogyha valaki építkezik és teherautóval szállítja az építőanyagot, egy bizonyos költséggel járuljon hozzá a költségvetéshez, hiszen az utakat ugye ilyenkor növekvő terhelésnek teszi ki. Ötös, a bizottság vizsgálja meg, hogy Pilis Csaba melyik területére érdemes társasházat építeni, melyik területen indokolt házat vásárolni, vizsgálja meg az Egyetem utca és a Fényesliget területét további társasházak építésére vonatkozóan. Hatos, a bizottság vizsgálja meg, hogy a környező települések tekintetében milyen módon lehet Pilis Csabát vonzóbb célponttá tenni az agglomerációba költözők tekintetében, arculattal, városmarketinggel kapcsolatos kérdésekre gondolok itt. A pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a kérdést, és arra jutott, hogy egy kerekasztalt hívjunk össze, és ott tárgyaljuk meg ezt a kérdést. És azt javasolták, hogy az eredeti elképzelésemhez képest ne csak a műszaki részekről, hanem a kapcsolatban a humán ügyekről is folyjon egyeztetés, ez teljesen támogatható. És az is elhangzott javaslatként, hogy Kolossa József korábbi főépítész, aki miniszterelnökségi szinten rendelkezik rálátással ezzel a kérdésre, ő is kerüljön meghívásra, illetőleg a védőnök, a bizottsági elnökök is. És a határozati javaslat is erről szól, megnevezve azokat, akiket mindenképpen hívjunk meg erre a kerekasztal beszélgetésre. Itt a volt és a jelenlegi főépítész, a három bizottsági elnök és a védőnök szerepelnek. Elsősorban meghívottként kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólásuk. Tázer Mariana képviselőtársa, megadom a szót. Pénzügyi bizottsági ülésen ugye szóvá tettem, hogy nem csak műszaki, hanem egyéb szociális oktatási szempontból is kéne vizsgálni ezt a kérdést. Végül a PEB olyan határozatot hozott egyébként, hogy a műszaki része kerüljön egyelőre ennek kidolgozásra február 16-ig, illetve az előterjesztésben is ez a felsorolt 6 pont, ez ugye kizárólag inkább műszaki település szerkezeti kérdésekkel foglalkozik. Ilyen formán nem értem, hogy a bizottságba akkor hogy kerül 3 védőnő. Amivel alapvetően nincs problémám, csak nem látom a logikát. Tehát az előterjesztés alapján, illetve a pénzügyi bizottság határozata alapján itt kizárólag egyenlőre műszaki dolgokról volt szó. Úgyhogy én nem tudom, tehát javaslom, hogy a 3 védőnőt így ebben a formában ebből vegyük ki, illetve hogyha vizsgálni kívánjuk a szociális oktatás és egyéb területeit, akkor viszont
nem három védőnőt kéne hívni, hanem esetleg oktatási területről valakit, vagy szociális területről még valakit, de semmiképp sem a három védőnőt. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kiegészítést. Tovább gondolva éppen a te gondolatodat, arra gondoltam, hogy valóban igaz az, hogy nagyon egyoldalú lenne az anyag, az összeálló anyag, hogyha csak műszaki szakemberek beszélnek erről. Tehát én inkább azt javasolnám, amit most mondasz, hogy legyen meghívott oktatási oldalról is. Tehát lehet, hogy egy műszaki anyag, ami elkészül, de szóljanak hozzá olyanok is az asztalnál, hogy ne boruljon el a valamelyik irányba ez a többlábú asztal, tehát legyenek ott ezen a beszélgetésen egyéb szakemberek is. Kérdés, hozzászólás van-e az elhangzottakhoz? Akkor én azt javaslom, hogy ez a határozat javaslat, ami is szerepel, az egész jön ki azzal, hogy oktatási szakembereket is hívjunk meg, illetőleg én azért jelzem, hogy a képviselőtársaim bármelyikétől szívesen látom meg körül az asztal körül, azt gondolom, hogy érdemes hozzátenni a gondolatainkat. Tehát Vícsaba Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert. Mikor lesz február 16? De az óra. Az óra? 16. Délután. 18 óra. Igen, 18 óra. Csak? Ja, Dezső, bocsánat, itt. Nagyon rosszul. Én azért ezt megint csak visszatérve a pénzbizottságon elhangzottakra. Itt arról volt szó, hogy az első lépésben egy műszaki részét kell megvizsgálni ezeknek a dolgoknak. A bizottság leteszi az asztalra ezt a javaslatát, és utána úgyis mindegyik bizottságnak végig kell vizsgálni a pénzügyi oktatási és egyéb szempontból. Tehát én javaslom a Márjonhoz kapcsolódva az eredeti álláspontot, tehát egyrészt egyébként is egy 8 fős bizottság meglehetősen szétosztik, és nem biztos, hogy olyan hatásosan tudna működni. Úgyhogy én egyenlőre 5 fős bizottságot javasolnék ebbe, tökéletesen elég lenne erre a célra. Nem beszélve arról, hogy február 16-áig nincs annyi idő, hogy olyan sok szempont szerint át tudjuk vizsgálni, és olyan alapos munka készüljön el, mint amire gondolom, te gondolsz ebben az előterjesztésben. Köszönöm szépen. Annyit elárulok, hogy egy hét múlva ez az időpont, ezért én írtam többeknek, hogy jó-e nekik az időpont, tehát akik itt szerepelnek ebben, azoktól kértem, hogy jelezzenek vissza. És gyakorlatilag mindenki visszajelzett, hogy jó neki az időpont, tehát ha már meghívtam őket, akkor szerintem hadd legyenek ott, és akkor hát, hogy azért, mert hogy lehet, olyan bemenő adatokkal tudnak szolgálni, amik a műszaki gondolkodású embereket is befolyásolják, de megadom Istvánnak a szót. Jó, tehát szerintem ne rugozzunk ennyit ezen a kérdésen. Én javasoltam Andrásnak, hogy legyen egy kerekasztal megbeszélés, azért tartottam ezt jónak, ahelyett, hogy nekiugrunk valaminek és kidolgozunk, pont amit te is mondasz. Tehát én nem gondolom azt, hogy az akadálya annak, hogy utána akár egy 4-5 fős bizottság így kidolgozzon valamit. Információra van szükségünk. Tehát ugye az első számú szempont az, hogy azért javasoltam Kolosa Józsefet is, mert műszaki oldalról talán ő a legjobban, legtöbb információval rendelkező személy, akit mint Piros Csabán el tudunk érni. És ugye azt is jeleztem, ugye, hogy demográfiai adatok változásáról lehet számítani. Természetesen Marjannak igaza van, hogy KSH adatokból nagyon jól lehet dolgozni, de lehet, hogy vannak olyan vélemények, amelyek hasznosak lehetnek itt az egész érdeklődés irányultságának a meghatározásánál. Nem keverném össze a bizottsági munkát a kerekasztal megbeszéléssel. Szerintem nyugodtan most, hogyha 10 főig, ameddig a kis tárgyalóba le tudunk ülni, addig szerintem lehet körülbelül olyan létszámig együtt dolgozni és beszélni erről. Azt, hogy utána a valós munkába kivesz részt, azt majd ott kivesz előle szerintem, vagy aki felvállalja ezt a feladatot, és akkor történhet valami olyan munkavégzés, aminek eredménye lesz.
Tehát én egy indító megbeszélésnek gondoltam, ebben szerintem ez is belefér. Mindenképpen kiszélesíteném annyival, hogy ahogy a Marian is mondta, tehát az oktatás oldaláról alapvetően a óvodavezetőt meghívhatnád még, András, elnézést, hogy ezt most így utólag teszem hozzá, és a HAUK iskola igazgatót, illetve hogyha delegálnak esetleg valakit a páduaiból, annak is örülnék. És a védőnők közül is azt gondolom, hogy mind a hárman is eljöhetnek, de igazából azt gondolom, hogy egy aspektus elég, tehát hogyha valamelyikük eljön, az már üdvözítő arra nézve, hogy természetesen a vezető, hogy ugye erről tudjunk úgy beszélni, hogy esetleg megvilágítsanak olyan gondolatokat, amik szakbarbár műszaki embereknek nem jut eszébe. Ennyi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más hozzászólás, kérdés, javaslat van-e? Akkor ezeket a javaslatoknak alapján akkor felolvasom a határozati javaslatot. Én azt mondom egyébként, hogy mivel hogy egyeztettem már velük időpontot, hogy jöjjenek el a védőnök, és akkor az iskola igazgatókat is így unblock, tehát általános iskola igazgatókat szólítsuk meg ebben a kérdésben, és az óvodavezetőt, tehát ez teljesen támogatható. Tehát Pilisovárosi Önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a CSOK új rendszerének hatásaiból származó önkormányzati feladatok kapcsán február 16-ára kerekasztal beszélgetést hívjon össze, mert a következő személyek meghívottak: Kolos József volt főépítész, Őrfi József főépítész, Zsomelyesz János PB elnök, Sebola István PB elnök, Mocsari Dezső HB elnök, Rasztmai Gyöngyi, Békési Mária és Csiki név Fodor Mária védőnök, az óvoda vezető asszony, illetve az iskola igazgatók, az általános iskola igazgatók, aki ezzel egyetért, ez kész feltartásra jelező. Megállapítom, hogy 9 igen szavazatban elfogadtunk. Köszönöm. És akkor még egy napi rendi pontunk a értődésről. Média szolgáltatói szerződésekről döntés. Az önkormányzatnak a Pilis Televízióval és a Budakörnyéki Médiaszolgáltató Kft-ben van szerződése. Ezeknek mindig december 31-én lejárt, tehát meg kell újítanunk ezeket a szerződéseket. A Pilis Televízióval ugye hagyományosan évtizedekre visszatekintve is van már együttműködésünk. A Budakörnyéki TV, mint új szolgáltató, tavalyival előtti évben jelent meg itt Pilis Csabán, és a tavalyi év második felében kötöttünk közük szerződést, egy 100 000 forint plusz áfa díj összegben, míg a Pilis Televízióban 306 000 forint plusz áfa összegben van szerződésünk. Én több körben egyeztettem itt mind a Pilis Televízióval, mind a Budakörnyéki Televízióval, környező polgármesterekkel, de úgy érzem, hogy ezt folytatnom kell, ezt az egyeztetést, hogy valójában hogy alakul a környék pedig médiának a jövője, és ezért azt javaslom, hogy március 31. napjáig kössünk szerződést mind a két televízióval tavalyi feltételekkel, és lehetőleg a következő ülésre találjuk meg a végleges megoldást a két televízióval kapcsolatban, és erre vonatkozik a határozati javaslatom is. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólásuk, kérdésük. Másképp beállt a polgármester, aztán megadom a szót. Köszönöm, csak ezt a végét szeretném kérdezni, mert a két határozati javaslat arra, hogy készüljön a 2016. évi média feladatok ellátásáról egy előterjesztés, azt szerintem egyik határozati javaslat sem tartalmazza, tehát javaslom, hogy akkor erről szülessen egy külön határozat, tehát a testület felkéri a polgármestert, hogy a következő szakbizottság, illetve képviselőtestületi ülésre előterjesztés készüljön a 2016. évi média feladatok ellátásáról. Természetesen ez azért is sürgető, mert a költségvetésnek harmonizálni kell ezzel, tehát még mondhatom azt is, hogy előbb kerüljön be ez a napirend, mint a maga a költségvetés.
szakbizottság alatt a pénzügyi bizottságot? Hát én azt gondolom, hogy a Humán bizottsághoz is tartozik, tehát Humán és pénzügy. Persze, hogyha a közalapítványról is el fog készülni az előterjesztés, akkor könnyebb dolgunk lesz, mert ugye az újságot is egy média felületnek tekintjük. Tehát azt se bánom, hogyha ez a nagyon szorosan egymás után jön, és mindegyik kiterjed arra, hogy miből, mennyit, hogyan, miként, kivel, mennyiért, ez szerintem egy kicsit így is el vagyunk késve, úgyhogy nagyon fontos lenne. Úgyhogy ezért is szeretnék egy határozatot. Ja. Támogatható részemről. Más kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatokat. 1. Pidicsova Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Pidis Televízió Szolgáltató Kft.-vel a 2015. december 31. napján lejárt műsorszolgáltatási szerződést újra kívánja kötni változatlan tartalommal, azzal kikötés, hogy a szerződés időbeli hatája 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjaig terjedjen ki. Egyben felhatalmazza a polgármestert a műsorszolgáltatási szerződés aláírására, aki ezzel egyetért készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal elfogadtuk. 2. Pidicsova Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Buda környéki média szolgáltató Kft.-vel a 2015. december 31-i napon lejárt megbízási szerződést újra kívánja kötni változatlan tartalommal, azzal kikötéssel, hogy a szerződés időbeli hatája 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjaig terjedjen ki. Egyben felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, aki ezzel egyetért készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen, ki az, aki nem. 2 nem, ki az, aki tartózkodik. 2 tartózkodással elfogadtuk. A 3-as határozati javaslatra pedig akkor megkérdezem, hogy a polgármester azt mondta, hogy olvassa fel. Köszönöm. Pidicsova Város Önkormányzat Képviselő Testülete felkéri a polgármestert, hogy a következő szakbizottsági, illetve képviselőtestületi ülésre előterjesztést készítsen a 2016. évi média feladatok ellátásáról. Köszönöm szépen, aki ezzel egyetért készfeltartásra jelezze. Megállapítom, hogy 9-1 igen szavazattal elfogadtuk ezt a napi rendi pontot, és a képviselőtestület ülését, február 9-i nyílt ülését 20:13 perckor bezárom. Köszönöm szépen a figyelmet.